Ez a 2015-ös szezon első Eurovíziós híradója. Eurovíziós híradó. Megvan a 2015-ös Eurovízió első ismert dala, Macedónia választott először. A szám egyik producere svéd, aki többek között a korábbi Eurovízió győztes Helena Paparizunak és Charlotte Perellinek, valamint Nicki Minajnak is szerzett dalt. Az előadó a Balkán vastag csabája, vagyis egy helyi tehetségkutató első győztese, akinek mentora Zsejko Joksimovics volt idén. Mivel most ősszel volt az Eurovíziós nemzeti döntő, a dal címe Őszi falevelek. Műsorvezetővé válik a ti kedvencetek Sanna Nielsen. Amikor tavasszal kint voltunk Koppenhágában, ti a svéd versenyzőre szavaztatok, így én nekiadtam az Adal 2014-es CD-t. Sanna Nielsen a 2015-ös svéd nemzeti dalfesztivált, a megújuló Melody Festivalent másodmagával vezeti majd. 6 év után visszatér Csehország, legutóbb 2009-ben utolsók lettek 0 ponttal. Talán a legnagyobb lúzerek az Eurovízió történetében, összesen 3-szor vettek részt, ebből 2-szer lettek az utolsók, legjobb helyezésük is csak egy utolsó előtti hely volt az elődöntőben, mert megelőzték az akkori magyar versenyző Cheesy produkcióját. A most következő Eurovízión veszteni valójuk nincs, és bíznak benne, hogy egy jó csedalt küldenek majd Bécsbe. Egy év kihagyás után Ciprus is kedvet kapott, hogy visszatérjen. A 9 részes nemzeti dalfesztiválon 60 dal fog versenyezni az Eurovíziós kijutásért. Ők jobban teljesítettek a történelem során, 9-szer végeztek a top 10-ben, 2012-es daluk pedig nemzetközi sláger lett. Idén a magyar szavazók nagy kedvence Szerbia sem volt az Eurovízión, de jövőre ők is visszatérnek. Az önálló Szerbia első részvételekor 2007-ben megnyerte a fesztivált a Molitvával, és aki ezt a dalt szerezte, őt kérték fel a 2015-ös szám megírására is. A belga köztévé már kiválasztotta a 2015-ös énekest, a helyi Voice győztese megy Bécsbe. Loic Noted dalát később ismerjük meg. Montenegróban is férfi énekest választottak, ők Nez. Hollandia is hamar előrukkolt néhány infóval. Trentje Oosterhuis énekel majd Bécsben egy dalt, amit a tavalyi holland résztvevő Anouk írt neki. Eddigi legjobb Eurovíziós eredményét érte el Bulgária a junior Eurovízión. A Máltán megrendezett fesztiválon csak 12 ponttal maradtak le a győztes Olaszországtól. Bulgária a nagyok Eurovízióján 9-ből csak egyszer jutott be a döntőbe, a junior verzióban viszont tarolni tudott. Bulgáriától mindössze 1 ponttal maradt le, de még dobogós lett az Örmény dal. Újra jelentkeztek az Eurovízióra a Jedwardikrek Írországban. Jedwardik már 2-szer szerepeltek a fesztiválon, és csak később derül ki, hogy jövőre is képviselhetik-e hazájukat. A magyar fejleményekkel hamarosan jelentkezünk, addig viszont csatlakozzatok hozzánk a facebook.com/EurovisionHungary oldalon.